Sziasztok, ez itt a Bátorság Labor Hesznával podcast, én Algaui Heszna vagyok, és a műsor szerkesztőjével, Filákovics Radojkával együtt mindenkit szeretettel üdvözlök itt a VMN podcast csatornáján, ahol hétről hétre különleges a segítő szakmában dolgozó vendégekkel beszélgetek félelemről, bátorságról, lelki alkalmazkodó képességről, arról, hogy a mostani válságos időszakban hogyan lehet új perspektívában látni a nehézségeket, és építkezni akár a kudarcokból, traumákból is. Ehhez hívom közös gondolkodásra a téma legelismertebb szakértőit, pszichológusokat, terapeutákat, orvosokat, mentálhigiénés szakembereket, hogy a szakértelmükön túl megosszák velünk azt is, hogy ők milyen nehéz helyzetekkel, kihívásokkal szembesültek az életük során, amelyből hosszú távon akár képesek voltak építkezni és erőt is meríteni. És szeretettel köszöntöm dr. Máté Gábor, magyar születésű kanadai orvost, a test lázadása, a szétszórt elmék, a család ereje és még számos, rengeteg nyelvre lefordított, rangos díjakkal elismert alapmű szerzőjét, aki évtizedeket töltött a függőségek kutatásával és kezelésével, valamint az ADHD, azaz a figyelemhiányos hiperaktivitás zavar szakterületével. Munkássága egyébként azért is rendkívül fontos, mert nagyon nagy szerepet játszott abban a szemléletformálásban, amely kutatási adatokkal alátámasztva arra hívja fel a figyelmet, hogy az elme, a tudat és a lélek egészsége nem választható el a test egészségétől. Szia Gábor, nagyon örülök, hogy itt vagy, és te Vancouverből csatlakozol most ehhez a beszélgetéshez, Zoomon keresztül beszélgetünk. És mielőtt még belemennénk abba a nagyon sok izgalmas területbe, amit most itt fel is soroltam, hogyha nem bánod, akkor egy kicsit in medias res, arra kérnélek, hogy reflektálj a mostani járvánnyal kapcsolatos helyzetre, a koronavírus kapcsán kialakult helyzetre, nem csak Magyarországon, hanem ugye az egész világban ez szinte mindent meghatároz, és amikor tavaly elkezdődött ez a járvány, akkor dr. Fülöp Mártával egy olyan kutatásba kezdtünk, amely azt vizsgálja, hogy az emberek hogyan reagálnak érzelmileg erre a helyzetre. És a kérdőív végén volt három kérdést, vagyis inkább három mondat, amit be kellett fejezni a kérdőívet kitöltőknek, és most ezeket szeretném neked felolvasni, és megkérni téged, hogy fejezd be ezt a három mondatot, hogyha benne vagy. Szóval az első mondat úgy szól, hogy amitől a koronavírus kapcsán kialakult helyzetben most a legjobban félek, az az, hogy... Hogy nem tanulunk belőle semmit. Ez egy nagy tanító pillanat, ebből a krízisből sok tanulságot be tudunk vonni, hogyha kinyitjuk szemeinket, és attól félek, hogy mikor vége lesz, csak folytatjuk a megelőző hülyeséget, és nem tudunk semmit. Ez lenne a nagy félelem. Amit a koronavírus kapcsán kialakult helyzetből tanultam, vagy a hasznomra tudtam fordítani, az az, hogy? Hogy be kell lássuk, hogy a világ mégis egy, és nem tudjuk túlságosan a különbségeket hangsúlyozunk, ahelyett, hogy az egyenséget belássuk és éljük. És amit most tenni tudok azért, hogy a jövőben pozitív hozadéka hatása is legyen az életemben ennek a koronavírus kapcsán kialakult helyzetnek? Hát be kell látnom, hogy a jövő nem... Sőt, hogy a jövő mindig bizonytalan, de az együttérzésbe, az együtttartásba megtaláljuk az erőt. Nagyon köszönöm, és ezekre a válaszokra még vissza fogunk térni, de érdekes igen, hogy így említed ezt az egységet és az erőt, és egy interjúban nemrég arról is meséltél, hogy amikor még nagyon sokan bezárkóztak, és sokkal kevesebb mozgás volt, akkor nagyon sokan elkezdték újraélni a traumájukat a karanténban. És főleg azért, mert hogy nem tudunk hova menekülni előlük. Belőled hozott elő bármilyen olyan élményt a karantén, és ez az elmúlt egy év, ami mondjuk neked is újdonság volt, és most itt főleg ilyen traumatikus élményekre gondolok, mert te azért nagyon sokat foglalkoztál a gyerekkoroddal, a múltaddal. Volt valami, amit kifejezetten ez a járványhelyzet hozott elő? Nézd, nekem személyesen a járvány nem okozott sok kellemetlenséget személyesen, mivel az igaz, hogy normális időkben sokat utazok, világszerte beszédeket tartok, tanítok, stb. De éppen az utolsó másfél évben a terv volt, hogy otthon maradok, és megírom a következő könyvemet. Tehát ez bevalósult, és még
jó is volt, hogy el kellett halasztanom az utazást, mert nem fejeztem be a könyvet olyan gyorsan, mint gondoltam. Tehát kényszerítve voltam arra, hogy otthon vagyok és írjak. Tehát nekem személyesen nem volt nagy baj. És emellett itt Vancouverban az igaz, hogy barátokkal nem tudjuk összejönni, és az utcán elkerüljük egymást az emberek. De fizikailag nem vagyok korlátozva, mehet biciklizni, mehetek úszni, stb. De mivel egy középosztályú író, orvos, engem nem érintett nagyon nehezen ez a járvány. De persze én egy nagyon megóvott és speciális helyzetben vagyok. Egyébként ezzel kapcsolatban volt egy olyan gondolatod is, hogy nagyon sokan nem csak a normalitást gyászolják, hanem magukból is egy darabkát. Ez alatt pontosan mit értettél? Hogy sokan, magamat belétve is, nem úgy értékelik magunkat, hogy a lényünk szerint, hogy mi kik vagyunk, hogy emberek vagyunk, hogy mit teszünk. Tehát a tevékenységen keresztül találjuk meg saját magunkat. Most ez a tevékenység korlátolva lesz, mint ahogy a Covid ezt ránk szorította, az azt jelenti, hogy most kevesebb vagyunk, mint voltunk. Mert ki vagyok én, hogyha nem vagyok aki ezt a világban működik, akkor ki vagyok? Ez a nagy kérdés. És ebben a társadalomban, általában a fogyasztó társadalomban nagyon hogy mit teszünk, vagy mit fogyasztunk, vagy hova futunk, stb. Így értjük magunkat. De hogyha ki vagyunk, amikor nem teszünk semmit, ez nem nagyon értjük, ez nem nagyon kényelmes sokunknak. És emiatt persze sokan is menekülnek az italba és a drogokba és a különféle diszfunkcionális viselkedésekbe és a Covid miatt. Igen, te a függőségek szakértője is vagy, és mindenképp szeretnék majd erre visszakanyarodni, hogy hogyan változtatta, illetve erősítette fel ezeket a folyamatokat most ez az egész Covid helyzet. De talán most az is eszembe jutott, hogy erről beszéltél, hogy pontosan emiatt a belassulás miatt én azt tapasztaltam a környezetemben, hogy nagyon sokan egy picit többet foglalkoztak talán magukkal, az önismerettel, és azokkal a belső folyamatokkal is, amikre lehet, hogy nem volt idő ebben a rohanó világban. És nagyon sok szülőtől hallom, hogy nagyon sok lelkiismeret furdalást is felhozott ez az egész helyzet. És mások pedig lehet, hogy pont arra voltak képtelenek, hogy pont azért, mert hogy minden a feje tetejére állt, a gyerekekkel kihasználják ezt a helyzetet, és egymásra tudjanak figyelni, hanem nagyon sok minden a megélhetési gondokkal kapcsolatos aggodalmak, a jövővel kapcsolatos bizonytalanság talán megakadályozta azt, hogy igazán rá tudjanak hangolódni a gyerekekre. És nagyon megfogott, hogy egyszer ezt mondtad, hogyha a szülők nem boldogok, és nem tudnak érzelmileg ráhangolódni a gyerekekre. A gyerekek sokszor ezt úgy dekódolják, hogy nem fogadnak el engem úgy, ahogy vagyok. Lehet, hogy engem nem is akarnak. És nyilván, hogyha ez pár hétig áll fenn, akkor nem jelent komolyabb traumát egy gyereknek. De hogyha tartósan fönnáll, akkor lehet, hogy ahogy a te gondolatod szól, akkor az élete arról fog szólni, hogy hogyan igazolja a létezését ez a gyerek. Mit gondolsz, hogy most ez ugye elég nagy batyú nagyon sok szülőnek az elmúlt egy év tekintetében? Mit tehet most egy szülő, hogyha úgy érzi, hogy nehéz ez a ráhangolódás, de hogy mégis valahogy minimalizálja ennek a jövőben kivetülő negatív hatását? Igaz, hogy ebben a helyzetben két irány volt lehetséges a szülőknek, mint általában az embereknek. Egyik az, hogy jobban megismerjük saját magukat, több időt töltenek saját magukkal, felismerést kutatják és értékelik. Vagy, hogy a stressz olyan sok, hogy inkább menekülnek tőle. És mint szülők, szintén, én ismerek, hallottam olyan szülőkről például, akik azt mondják, hogy ez egy fantasztikus lehetség volt, hogy tényleg megismerem a gyerekeimet, hogy beláttam, hogy mennyire nem is ismertem a gyerekemet az előtt.
mert reggel mennek az óvodába, korai kortól kezdve iskolába, nem is látom őket estig, és akkor vacsora, stb. Nem is ismertem a gyerekeimet, de most volt alkalmam megismerni őket alaposan és mélyen, és szeretően. Ez az egyik fajta reagálás. A másik fajta reagálás az, hogy a stressz túl magas, túl sok, már nem is bírom a gyereket, kiabálnak, veszekednek, unatkoznak, már tépik a szülők a hajókat, hogy mit csináljanak. Tehát teljesen attól függ, hogy nem csak, hogy mi történik, hanem hogy kit ér, ami történik. Tehát, és ez mitől függ? Attól függ, hogy a szülők mennyire traumával éltek az előtt, vagy hogy mennyire kidolgozták a traumájukat. Azok a szülők, akik kidolgozták a traumájukat, vagy kevesebben volt traumatizálva, azok fel tudják ölelni ezt a lehetőséget, hogy a gyerekekkel közelebb legyenek. Azok, akik nem, az sajnos megsújítja a helyzetüket a gyerekeikkel kapcsolatban. Tehát ilyenkor sokszor a saját gyerekkori élményeihez hasonló szituációhoz nyúlunk vissza, de tulajdonképpen ilyenkor egyébként mi történik a gyerek idegrendszerében? Tehát, hogy amikor ezt megéli, hogy nem tud rám hangolódni a szülő, hogy átéli ezt, hogy nem vagyok fontos, nem fogadnak el. Tulajdonképpen ilyenkor mi történik? Egyfajta ilyen megküzdési mód kapcsol be? Azt kell tudnunk, hogy a gyerek agya fejlődésben van, még a méhbe is, még születés előtt is. Felnőtt korig, akár 24 éves korig. Tehát a legnagyobb feladata a szülőnek, és általában a nevelő rendszernek, beleértve az óvodát, az iskolát, stb., nem az, hogy a gyerekeknek tényeket tanítsanak, hanem az, hogy a gyerek agyfejlődését támogatják. És a gyerek normális agyfejlődésére, én most az agynak a hullámvonalait, és a rendszereit, és a kemikai fejlődéséről beszélek, biológiai szemlélőség beszélek. Ehhez az szükség, hogy a gyerek nagy biztonságban érzi magát. A biztonságban az agy jól fejlődik. Na most, a gyereknek mi nyújtja a biztonságot? Hogy úgy érzi, hogy a szülő össze van hangolva vele, megérti őt, és hogy elfogadja őt épp, hogy ahogy van. Na most, hogyha a szülő stressz alatt van, ezt a gyerek nagyon személyesen veszi. A gyerekek minden nagyon személyesen vesznek. Tehát a szülők boldogtalanak, vagy stressz alatt vannak, a gyerek ezt úgy tolmácsolja saját magának, hogy velem valami baj van. Tehát az önérzete. Az én képe is. Torzítva. Az önképe is el van torzítva. És egy ilyen rossz, kellemetlen önképet fog a gyerek táplálni a saját öntudatába. És ezt hogy lehet ezt a folyamatot, hogy is mondjam, befolyásolni? Tehát, mert hogy ugye egy nagyobb gyerekkel már nyilván lehet kommunikálni arról, hogy ez nem rólad szól, ez rólam szól. Egy kisebb gyerekkel kapcsolatban, hogyha tényleg egy ilyen nehéz időszakon megyünk át, akkor mit tudunk tenni, hogyha már egyáltalán eljutottunk odaig, hogy tisztában vagyunk ezzel a folyamattal? Nézd, mondanám, hogy még az idősebb gyerekek is tudunk beszélni, és mondjuk gondolatokat megmagyarázni nekik, de még nekik is az érzelmi a kapcsolat a legfontosabb. Ez még felnőttekben is így van. Hát nézd a te felnőttekkel a viszonyodban. Mondhatok, amit mondtok, intellektuális szempontból, de mégis, amit érzelmileg tapasztaltak, az a legnagyobb befolyás rajtunk. Főleg a gyerekek, és minél kisebb a gyerek, ez annál inkább igaz. Tehát a felnőtteknek a legnagyobb feladata az, hogy a saját lelki világukat tisztázzák, és vigyázzák, és kezeljék. Erről egy picit az jut eszembe, mint amikor a repülőgépen ülünk, és akkor mindig mondják, hogy először a saját
oxigén maszkját tegye fel a felnőtt, és utána tegye a gyerekre. Tehát, hogyha egy gyerekkel mondjuk akár viselkedési problémák, vagy olyan zavarok vannak, amikkel mondjuk nagyon sokszor találkozhatunk, akkor ilyenkor a szülőnek először lehet, hogy a saját érzelmi életét érdemes górcső alá venni, és megfigyelni. Nézd, a magyar nyelv nagyon érdekes. Mikor főleg Kanadában nőttem fel, tehát angolul sokkal folyékonyabban beszélek, de mikor nézem a magyar szavakat, például a viselkedés. Na most nézd meg ezt a szót. Mit viselünk? Amit mi viselünk, az csak rajtunk kívül van, ugye, a ruhákat viseljük. Tehát a viselkedés az csak egy külső valami. És mi szülők általában a gyerek viselkedésre reagálnak, nem arra, ami a gyerekben van mélyen, amit a viselkedés csak kifejez. Tehát inkább a felsőséget nézzük, nem a felsőséget, hanem a felületes dolgot nézzük, ahelyett, hogy a gyereknek a benső érzetét kutatjuk. Tudod? Tehát maga ez a viselkedés is egy nagyon érdekes szó. Mert a viselkedés az nem a gyerek. A viselkedés az sok, amit ő visel. Az egész szónak a használatát és az eredetét megvizsgálni. Nézd, a magyar nyelv nagyon érdekes ebből szemből. Egyébként mindez, amiről beszélsz, nekem nagyon rímel arra is, amit az elfolytásról mondtál, hogy mennyire fontos, hogy észrevegyük azt, hogy mennyi érzelmet elfolytunk. Mert hogy nagyon sokan élünk úgy, hogy elfolytjuk az érzelmeinket, azaz megpróbálunk nem tudomást venni, elnyomni, elposzolni, továbbadni, lekapcsolni őket, és hogy gyakorlatilag a munkásságod egy része pont erre épül, hogy felmutasd ennek az összefüggéseit a fizikai betegséggel. De ja. Hogy miért csináljuk ezt? Miért ezt rossz minták, rossz családi minták okozzák, vagy lehet, hogy ennek vannak társadalmi, tradicionális okai, rossz szokások, amiket átveszünk? Szerinted miért? Különösen Magyarországon miért jellemző ez? Nézd, ez visszamegy arra, amiről éppen beszélgettünk, a gyerekkorról. Az első nap, mikor a kisbabád belépett a világba, vagy kiugrott a világba, vagy kihúzták a világba, elnyomta az érzelmeit? Hogyha boldogtalan volt, elnyomta? Vagy kifejezte? Hát hál' Istennek, kifejezte. Szép hangosan, tudod? Éppen azért, mert ez bizonyította meg neki, hogy el legyen látva, hogy a szükségleteit megnyújtja a környezet. És még a második nap is. Tehát mi történik a kisbabától elkezdve a később gyerekkorra, amikor a gyerek már elnyomja az érzéseit? Csak azért, mert nagyon fontos oka volt arra, hogy elnyomja az érzéseit. Na most ez miért fontos? Mert a gyereknek a legfontosabb tényezője a szülővel a kapcsolata, a kötődése. Na most, hogyha a szülők akármi oknál fogva nem tudják elfogadni a gyerek érzelmeit, akkor a gyerek megtanulja, hogy le kell nyomni az érzelmeket, hogy a kötődést megőrizzek. Tehát például, hogyha te úgy tanultad, hogy egy két éves gyereknek nem szabad haragosnak lenni, nem szabad dühösnek lenni, és ezt fenyegeted a gyereket, vagy egyszerűen visszatusítod fizikailag, vagy még a kifejezéseden keresztül. A gyerek megtanulja, hogyha én haragos vagyok, akkor nem szeretnek. Tehát elnyomom a haragot, nem, ez nem egy tudatos választás, ez csak automatikusan így történik, öntudat alatt. Akkor, hogy megőrizzem a szülővel a kötődést, elnyomom a érzéseimet. És akkor így növünk fel. És akkor nagyon, nagyon jók leszünk, és kedvesek leszünk, és szelidek leszünk, és mindenki szeret minket, és bennünk el van nyomva a valódi létünk, érzelmeink. Na most, mivel az elmét nem lehet elszakítani a testtől, ez egy egység, ami érzelmileg történik, az megtörténik fizikailag. Tehát
Tehát akik lenyomják a haragukat, a dühüket, lenyomják az immunrendszerét is. Ez fizika, ez egy tény, ez nem én álmodtam, ez sok tudományban is mutatja. Tehát ennek komoly fizikai, az érzelmi elnyomásnak sok fizikai hatása lesz, autoimmun betegségbe, fibromialgia, rák, stb. Depresszió. Na most mi ennek az eredete, a depresszió szónak az eredete? Mit jelent, hogy angolul depress épp azt jelenti, hogy elnyomunk valamit. Tehát maga a depresszió egy elnyomás jelent. És nem tudom, volt-e valahol depresszió, neked az életedben tapasztaltad, de én igen. Én is, igen. Nekem is volt. És mi van lenyomva a depresszióba? Épp az érzelmünk. Igen, ez nagyon érdekes, amit a depresszióval kapcsolatban mondta, hogy tulajdonképpen ez is csak egy megküzdési mechanizmus, amivel próbáljuk azt a helyzetet normalizálni, ami rövid távon jó, csak hosszú távon vezet káros hatásokhoz. Az az alkalmazás, az adaptáció, amit gyerekkorban felhasználunk, öntudat alatt, ami akkor megvédi a helyzetünket, és megőrizze a kötődésünket, a kapcsolatunkat, épp azok az adaptációk betegséget, lelki, illetve fizikai betegséget okoznak felnőtt korban. Amiben nincs semmi furcsa, például képzeld el, hogy a Budapesten ott nőttem fel 13 éves koromig, nagyon hideg volt a télen. Nem baj, mert mikor kimentünk a hidegbe, akkor meleg ruhát tettünk fel. Ami egy adaptáció, ugye? De most mi lenne, hogyha még a pesti nyárban ugyanazt a meleg ruhát hordanám, amit télen felvettem? Most az megölne. Az adaptáció, ami egy helyzetben adaptáció, egy másik helyzetben már fenyegeti az egészségünket. Ez a baj, hogy ilyen adaptációk, hogy szükségesek voltak sajnos, de mikor bennük maradtak felnőtt korig, akkor már kárt okoznak. Erről egyébként az jut eszembe, hogy ez egy út, amikor a gyerek azért adaptálódik, vagy azért nyomja el aztán az érzelmeit, mert úgy érzi, hogy ezért nem fogadják el. De nem tudom, mit gondolsz arról, amit én szintén tapasztalok, hogy a megóvás miatt próbálják a szülők egyszerűen ki sem mutatni az érzéseiket, az úgymond negatívnak tartott érzéseiket a gyerek előtt, a gyerek felé, és úgy vélik, hogy az, hogyha dühösek, hogyha félnek, ha csalódottak, hogy ezektől az érzésektől meg kell óvni a gyereket. A gyerek előtt nem szabad ilyet, inkább kimennek a másik szobába, és hogy a gyerek hogyan tanulja meg akkor felismerni, és aztán ezáltal kezelni is ezeket az érzelmeket, hogyha a szülő azt gondolja, hogy ezektől meg kell védeni a gyereket, és ezek a rossz dolgok. Ez a dolog még annál is komplikáltabb, mert a szülő azt hiszi, hogy megvédi a gyereket az érzelmektől, de ez nem igaz. A gyerek tudat alatt ezt mind beszívja a szülőnek az érzéseit, a boldogtanságát. Ettől a gyereket nem lehet megóvni. Nyilván egyébként igen. Csak lehet, hogy sokan mégis ebben a tévhídben. Én ugye a félelemmel kapcsolatban találkoztam ezzel, hogy nem szabad félni, és hogy egy szülő nem mutathatja ki, ha fél a gyerek előtt. Nem a félelemmel van baj. A baj az, hogy az ember fél a félelemtől, tudod? Hát pontosan ezért nem tanulja meg ezáltal a gyerek sem kezelni ezeket a helyzeteket, hogy ezért nagyon káros. És hogy ez megint oda vezethető vissza, hogy nem merjük megélni ezeket az érzéseket. Tehát te azt mondod tulajdonképpen, hogy nem baj az, hogyha én anyaként, szülőként dühös vagyok, csalódott vagyok, szomorú vagyok, vállaljam fel, éljem meg ezeket az érzéseket, és akkor segítek a gyereknek, hogy akkor tudok én is aztán jól funkcionálni, hogyha hagyom, hogy ezek az érzéseik jöjjenek, átéljem, és aztán tovább menjenek. Itt a baj az, Esna, hogy a mai világban már régóta a civilizáció kezdete óta nagyon természetellenesen lakunk. Mert az emberek úgy fejlődtek ki, mint egy faj, az emberi faj, úgy fejlődtek ki, hogy csoportokba éltünk. Tehát nem voltunk egyedül maradva az érzéseinkkel. Minél voltak ott öregebbek,
törzstársak, az egész közösség. Tehát a mai világban ez nagyon nehéz, mert az nem így, hogy a felnőtt félelmet érez, de hogyha meg tudja osztani az érzelmét másokkal, akkor nincs olyan egyedül, mert az igazi félelem abból ered, hogy úgy hiszik, hogy egyedül vagyunk. Tehát a mai világban nagyon magunkra vagyunk szorulva. Ez itt a baj. Nem az, hogy érzelem, hogy félelem történik, vagy nem történik. Nézd, én emlékszem, mikor a magyar forradalom kitört október 56-ban. 12 éves voltam, majdnem 13. És a puskák lövöldöztek, és az ágyúk, és a tankok mentek a házunkon kívül a Hungária körúton. De egy közösség volt. Emberek ezt nem mint egyéni elvágott valakik tapasztalták, hanem mint ezt a közösség megosztotta. És a gyerekek, mivel a szülőkkel együtt voltunk, biztonságban éreztük magunkat. És szerinted egyébként a megküzdési készségünk, ami tulajdonképpen arról szól, hogy egy ilyen nehéz helyzetben, amiben most nagyon sokan kerültünk, hogy hogyan tudunk visszapattanni egy nehéz helyzetből, hogy érzelmileg mennyire lendít ki minket ez a középpontunkból, az egyensúly állapotból, hogy ezt a megküzdési készségünket szerinted hogyan tudjuk fejleszteni, ha most rájöttünk, hogy lehet, hogy nekünk szükségünk van ennek a fejlesztésére, mert jobban kizökkentett minket ez az egész, mint gondoltuk. Egyáltalán min múlik az, hogy az embernek milyen legókockákból épül fel a megküzdési készsége? Amikor az ember ennek a visszapattanás lehetőségéről beszélünk, a resilience, azt mondják magyarul. Reziliencia, ez a lelki alkalmazkodó képesség, ellenálló képesség. De. Amikor az ember megnézi a kutatást a rezilencián, mit találunk, ez a kapcsolatból jön. Ez nem egy egyéni kvalitás, vagy karakterisztik, hanem a kapcsolódásnak egy hatása. Tehát az együttérzés, az együtt működésről van szó, az fogja támogatni a visszapattanásunkat. És a baj ez az a következő könyvnek a fő témája, hogy a nagy mitusz mostanában, az a mai világban, a fogyókultúrában, a nemzetközi kapitalista világban az a nagyobb tévhit, hogy mi egyedül vagyunk, mint emberek, és hogy mindenki más ellen kell küzdenünk ahhoz, hogy érvényesüljünk. Ez nagyon bánt minket. És esetleg rájövünk, hogy ez nem egészen így van. Itt említettük már azt egyébként, hogy a függőségekre is mennyire hatással lehet ez az elszigeteltség élmény, és oda-vissza, ez egy ördögi kör. Te nagyon sokat foglalkoztál tudományosan is a függőségek hátterével. És ez azért egy nagyon izgalmas terület, mert hogyha megnézzük, jogi szempontból, orvosi szempontból, teljesen más megközelítéseket találunk arról, hogy ez most tulajdonképpen egy betegség, de van, aki azt mondja, hogy ez egy döntés kérdése. Szerinted miből fakad a függőség? Te hogy írnád le magát a függőséget, ennek a definícióját? Szerintem a függőség kezelését a társadalmi szempontból és az orvosi szempontból itt Észak-Amerikában, a világ szerte, és voltam Magyarországon is, ott is síralmas, mert abszolút nem értik. Megadom a függőségnek egy definícióját. A függőség az, amiben valaki egy enyhülést érez, vagy örömet érez, és ezért nagyon kívánja, de negatív hatása van, és a negatív hatása dacára nem tudja abbahagyni. Tehát a kívánság, enyhülés vagy öröm, hosszabb időben negatív hatások, szenvedés, és
a képtelensége arra, hogy az ember abba adja. Na most vedd észre, hogy nem mondtam semmit drogokról. Lehet ez drogról szól, persze a heroin, vagy a kokain, vagy a kafein, vagy a nikotin. Alkohol persze Magyarországon nem kell mondanom. De lehet a szex, lehet a munka, lehet a pornográfia, lehet az evés, vásárlás, szerencsejátékok. Szerinted van olyan ember, akinek semmi függősége egyáltalán nincs, mert nyilván ez is egy skála. Létezik olyan élet? Hogy hagyjam azt a kérdést, hogy... most nekem lesz egy kérdésem. Most, ha akarsz válaszolni. Igen. Na most ezzel a definíció alapján nem kérem, hogy mikor, mit, vagy hol, stb. Te szerinted a saját életből volt valaha egy ilyen függőségi minta, vagy viselkedés? Nem érdekel, hogy mi? Igen, volt. Oké. Okay. Most ha kérdezem azt, hogy nem az, hogy mi volt, hogy mikor és mennyi ideig, hanem az, hogy mi volt jó benne, mit találtál benne pillanatnyilag, ami neked jó érzés volt, ami jól esett? Hát pont amit mondtál, ez a pillanatnyi jó érzés, megkönnyebbülés. Megkönnyebbülés. Az azt jelenti, hogy na most ez is megint nagyon érdekes a magyar beszéd, a magyar nyelv, megkönnyebbülés, az azt jelenti, hogy valami nagyon nehéz volt az életedben. Tehát igen, valóban ez előfeltételezi azt. Yeah. Tehát a függőség nem volt a baj, a függőség egy baj volt, de nem volt az első baj. A függőség úgy lépett fel először, hogy megenyhíti az életedet. Mert mindannyian akarjuk a megkönnyebbülést, a belső békét, a fájdalomcsillapítást, stb. Tehát a függőség nem egy betegség, sem egy döntés. Te döntötted el, hogy nehézség legyen az életedben? Dehogy. Ez így történt. Tehát a függőség egy próbált válasz az élet nehézségére. Sok rossz hatása van, persze, azt belátjuk. De így kezdődött. De sem egy döntés, sem nem betegség. Úgy néz ki, sok szemben volt, mint egy betegség, mert rossz hatásai vannak, és bántják a testet és a lelket, és stb. Az ember visszaesik benne, mint például egy betegségbe is. De csak úgy néz ki, mint egy betegség. Nem úgy kezdődött. Tehát az azt jelenti, hogy a függőséggel foglalkozó embereket nagy szeretettel kell és megértéssel kell kezelni. Nem támadni őket, nem büntetni őket. Tehát tulajdonképpen akkor a függőségek kezelésénél is az eredendő problémához, tehát ismét a traumákhoz visszaérve, az eredeti traumákhoz kell visszanyúlni. Erről van szó. Tehát ha az embereket támadnánk, vagy büntetnénk, meg kell keresni, hogy jöttek, hogy léptek fel ezek a nehézségek a te életedbe, amiből megkönnyebbülést kívántál. Hogy tudunk neked segíteni megküzdködni az élet nehézségeivel, anélkül, hogy függős legyen. Na most ehhez türelem kell, és együttérzés kell, és nem megítélés, és kritika, és visszautasítás. Te többször is beszéltél a saját függőségeidről, és itt a munkafüggőséget és a zenefüggőséget említetted. Ja. Te visszavezetted ezt, hogy milyen traumatikus élmény okozhatta nálad ezeket felnőtt korodban? Itt van a kezemben, épp itt van az asztalon egy törédekes családi kép, amit egy unokatestvérem írt, aki már nem él. Aki 9 éves volt, mikor én születtem. És én, amit már sokszor mondtam, zsidó gyereknek születtem Magyarországon 44 elején. Borzalmas körülmények között éltünk az első évemet. Mindenkinek Pesten nehéz élete volt akkor, a háború alatt, és a sok politikai változás alatt, de főleg a zsidóknak persze.
És mikor egy éves kor voltam, az anyám átadott egy teljes idegen keresztény nőnek az utcába, és azt mondta, hogy könyörögte, hogy vigyél ezt a csecsemőt ehhez a rokonoknak hoz, akik ők jobb körülmények svájci védelmet élnek, mert én nem tudom megbizonyítani, hogy még holnap élni fog. Na most az unokatestvérem, aki ez a keresztény, nagyon kedves és bátor keresztény nő elvitt, átadott, leírta, mikor megérkeztem ebbe a házba, ahol ők laktak, a szemeim csillogtattak a félelemtől. Ilyen félelmet egy még nem látott az életébe, írja az unokatestvére. És ez a félelem mindig bennem élt, tudod? És persze az üzenetet, amit én kaptam, abból a tényből, hogy az anyám átadott egy idegennek, és nem is láttam 6 hétig, hogy én nem engem nem akarnak. Na most az emberek nem, ha úgy érzem, hogy emberek, hogy a világ engem nem akar, tudod, mi a legjobb megoldás? Menj el orvosi iskolába. Mindenki akarni fog. Amikor halnak, amikor születnek, és minden ponton közben mindig szükségük lesznek rád, és naponta bebizonyítja a világ neked, hogy mennyire kívánnak téged. De persze nem téged kívánnak, hanem a tevékenységet kívánják, tehát a tevékenységnek sosincs vége. Egyre többet és többet kell tenni. Tehát ez az alapja a munkafüggőségnek. Nem csak bennem, sok emberben. Egyébként sok ilyen orvost illetek ismerek, zsidók, nem zsidók, a világháború és a néppusztítás nem szükséges arra, hogy a gyerek azt a benyomást kapja, hogy nem akarják. Igen, most itt kapcsolódunk vissza, amiről szólt, hogyha nincs meg az érzelmi ráhangolódás, és a gyerek azt érzi, hogy nem fogadják el, vagy nem olyan az érzelmi kapocs, csak akkor a saját létezését akarja igazolni élete hátralévő részében. Pontosan, és akkor, hogyha felhasználok akármit csak tudunk, hogy okos vagyok, az eszemet fogom felhasználni, hogy bebizonyítsam az értékemet, hogyha szép külsőm van, akkor azt fogom használni. Te hány évesen döbbentél rá erre? Minden nap rá döbbenek. Nézd, én kb. A 40 éves koraim elején kezdtem az önkutatást, mert annak dacára, hogy sikeres orvos voltam, és meg itt Kanadában egy nagy újságba írtam cikkeket, és tisztelve voltam, mint egy szakember. Boldogtalan voltam, depressziós voltam, ADHD-m volt, a házassági kapcsolatom sok stressz alatt volt, a gyerekeim féltek tőlem. Tehát meg kellett kérdezni magamnak, hogy mi történik itten, hogy mi történt. És mondjuk akkor kezdtem, hogy 30-as évek vége felé, 40-es évek elején, akkor kezdtem el azt a... De nem volt egy nap, amikor egyszerűen rádöbbentem. Ez egy hosszabb folyamat volt, ami még mindig folytatódik persze. Engem nagyon megfogott, amikor az On the Spot fantasztikus és nagyon megérintő műsorában arról meséltél, hogy hogyan élted meg a gyerekeiddel azt a kapcsolatot, amiben sokszor, ahogy most idézlek téged, sokszor rideg és hideg, és még a gyűlöletes szót is használtad, hogy gyűlöletes voltál otthon. És hogy felnőtt fejjel hogyan kötötted ezt össze, ezeket a reakcióidat a gyerekkoroddal. Hogy mire jöttél rá, amikor ezt a folyamatot, ezt a kapcsolatot, ezeket az összefüggéseket elkezdted vizsgálni? A csecsemői traumát nem okozta, hogy orvos lettem, de hogy álltam az orvostanhoz, az nagyon befolyásolta. A nagyapám, aki Auschwitzban halt meg, orvos volt és író volt, és milyen furcsaság, hogy a unokája is író és orvos lett, véletlenül.
Valószínűleg úgy is volt egy bizonyos szempontból, hogy az anyámnak az életébe akartam pótolni az elvesztett apját. Mert azt a gyászt az anyám sose felejtette el. De hogy álltam az orvos munkához, ez a akkor, munkaholista, vagy hogy mondják magyarul? Hát igen, munkafüggő talán ez. Munkafüggő, jó. Módon. És egyébként nem csak benne van, sok orvosban benne van, hogy valahogy a munkába akarjuk magunkat megtalálni, mert nem ismerjük sem magunkat a munkán kívül. És amellett, mivel én azt az üzenetet kaptam a világtól, hogy a világ engem nem akar, hát meg is akart ölni. És aztán az anyám elküldött magától, még egy éves voltam, hogy megmentse az életemet. De ezt a gyerek úgy tudja fogalmazni, hogy őt nem akarják. Na most, hogyha ez az önérzet, vagy ez az érzelem, vagy ez a tudat él benned, hogy téged a világ nem akar, akkor most nagyon erősen kell dolgozni ahhoz, hogy akarjanak. És ha neked hiányzik, hogy a világ akar téged, akkor menjél orvosi iskolába. Mert mindig akarni fognak. Kezdett és végzett között. Tehát minél többet hívtak, minél többet ment a jelzőm, a beeperem, a cellphone, a telefon, hogy valaki akar engem, annyira inkább éreztem, hogy van értelme az életemnek. De ezt csak a munkába találtam meg, mert belül nem éreztem az életnek az értelmét, tudod, és a jelentőséget. Persze ez ennek az a hatása, hogy mint egy apa, mikor nem dolgoztam, akkor nagyon depressziós voltam, és nem voltam otthon. És inkább mentem más embereknek a babáját megszületni, mint az én gyerekeim, mint időt töltsem. És ez az is hozzájárult, hogy mikor egy csecsemővel nem játszanak, nem tudom meg, hogy kell játszani. Milyen üzenetet kapnak ők? Hogy őket nem akarják. Tehát így adjuk át a traumát az egyik generációtól a másikhoz, anélkül, hogy akarná. Mert szerettem a gyerekeinket, és tűzbe vetettem volna magamat, hogy megmentsem őket. De a baj az, hogy senki se kívánta, hogy tűzbe vágja magamat. Azt kívánták, hogy otthon legyek, és nyugodt legyek, és barátságos legyek. És nekem nagyon nehéz volt. De a munkában megtaláltam az értelmet és a jelentőséget, és mivel jó munkás voltam, és nem csak az, hogy keményen dolgoztam, de jól is dolgoztam, sok pozitív visszajelzést kaptam világtól, és ez egy ilyen függőséget vált ki. Na most egy bizonyos ponton meg kell kérdezni az embernek saját magának, hogy mi a értelme az életének, és miért él úgy, ahogy él. Ennek így kell lennie, vagy ennek vannak okjai, amit lehet változtatni. Tehát ekkor kezdtem el olvasni a pszichológiai műket, és magam is jártam terápiára, hogy ezeket a dolgokat kidolgozzam saját magamban. És persze nem csak saját magamban, hanem paciensemben is láttam, hogy akár rákból szenvednek, akár immunbetegségről, akár depresszióról, akár függőségről, nagy részben a gyerekkori traumába tudtuk ezt visszavezetni. Tehát ahogy saját magamat is megismertem, megismertem pacienseimet is. És egyébként élt ezen a ponton még olyan rokonod, akikkel tudtál erről, ezekről a gyerekkori élményeidről beszélni, ami segített mondjuk ennek a szembenézésnek az útján? Az anyámnak volt egy naplója, amit ő vezetett, írt, mikor baba voltam. Nagyon nehéz írása volt, nehéz volt elolvasnom, de az az érdekesebb esne, hogy nekem ez anyának a naplója megvolt, a birtokomban volt, de rá sem tudtam nézni. Mikor ránéztem, elkezdtem szédülni. Tehát valami bennem tudta, hogy itt fájdalmas dolgok vannak beírva. És tulajdonképpen csak nem véletlenül, de nagyon érdekesen módon jutottam rá, hogy végig is el is olvastam, és ott minden le van írva, hogy mi történt velem. Amellett volt egy unoka nővérem, akinek a családja ellátott engem, mikor az anyámmal elváltuk egymástól egy 6 hétre,
és ő is írt egy ilyen családi történelmet, de ezt sem olvastam. Nemrégig nem olvastam. Most nemrégig, 3-4 hónap előtt elolvastam. És ő leírja benne, hogy mikor meglátott engem, mikor megérkeztem a lakásukhoz, ez egy keresztény idegen nő, kedves volt és bátor volt, hogy hát elvitt engem a rokonokhoz. Mikor megékeztem ahhoz a házhoz, azt mondta, azt írta a nagynő, a nővérem, illetve a unokanővérem, hogy ilyen félelmet még egy emberen nem látott, mint az én szemeimbe. Egy egyéves kis babának a szemébe. Ilyen félelmet még nem látott. Akkor innen tudtad ezt, hogy ezt a félelmet látta a szemedben, amit már említettél ebből a naplóból. 2 évvel azelőtt Perúba jártam, a dzsungelba, a perúvai Amazon dzsungelba, és benszülött sámánokkal dolgoztam egy ilyen szeremóniába, és tudod, mit mondtak nekem? Ők nem tudták, hogy ki vagyok, mit csinálok, mit tettem. Egy éjszaka után azt mondták nekem, hogy te, mikor kicsiek voltál, egy nagy félelmet éreztél, és még ezt nem felejtetted el. Ezt látták bennem. Hanem ezt egy orvos nem tudta volna megtenni, de a sámának megtették. Döbbenetes. És amikor te elindultál ezen az úton, hogy akkor elővedd ezeket az emlékeket, végig gondold, elkezd magadon dolgozni, akkor a családoddal is elkezdtél erről párhuzamosan beszélgetni, hogy te most elkezdtél ezen az úton járni, és hogy változtatni akarsz a dolgokon? Akkor még a gyerekeim elég fiatalak voltak, tehát nem volt illeték és üveg ilyen dolgokról beszélni. Később, mikor már felnőttebb voltak, illetve már kamaszkor voltak, akkor elkezdtem beszélni ilyen dolgokról, de megmondom őszintén, egy idő után nem akarták hallani. Mert ahogy én ezt kifejeztem neki, én megpróbáltam nekik magyarázni kicsit naívan, hogy a ti bajaitok abból erednek, hogy nekem bajom volt. De ők tőlem nem akartak hallani az ő bajaikról. Ők csak élni akarták az életüket. És az apjuktól pedig csak azt várták, hogy apa legyen, ne egy terapista. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy az a mondatod is nagyon megfogott, amikor azt mondtad, hogy ezt már lehet, hogy másképp csinálnád, hogy a te gyerekeidnek ugyan a tudásod legjavát akartad adni a gyógyításukért, de hogy nekik meg nem egy orvosra, hanem egy apára lett volna leginkább szükségük. Igen, ha ezt mondtam legutóbb, akkor bölcsön mondtam, mert így volt a helyzet. Tehát, de ők ismerik a történelmet, és felfogják a jelentőségét. És te milyen kérdéseket tettél föl magadnak ezen az úton, ami mondjuk lehet, hogy hasznos lehet annak is, aki ezt a beszélgetést hallgatja, mert hogy szerintem szinte nincs is olyan ember, akinek ne lennének olyan élmények a puttonyában, amik lehet, hogy a jelen életére nagyon hatnak. De hogy nagyon sokszor nehezen indulunk el ezen az úton, vagy egyáltalán, hogy felismerni ezt a helyzetet, hogy te milyen kérdéseket tettél föl akkor magadnak, amikor elkezdted ezt a munkát? Nézd, bajba voltam, depressziós voltam. El voltam idegenülve, idegenítve saját magamtól, és az életemtől, tudod. És ezért elkezdtem olvasni könyveket, és mondom, terápiára is jártam. Ezek a dolgokat feldolgozzak, de nem annyira, hogy mit kérdeztem magamnak, hanem hogy milyen kérdések jöttek fel a terápiának a folyamával. Például a feleségem mond valami nagyon ártatlant, és én dühbe gurulok. Most, hogyha belátom, nem okozta a dühemet, hogy a feleségem mondta ezt vagy azt, hanem van bennem valami, ami felrobban. Ez a puskapor, ami bennem van, és hogy kerültem hozzá, hogy került bennem, ezek a kérdések. De fő kérdés az embereknek azt kell kérdezni, hogy nem, hogy mi baj van velem, hanem hogy mi történt hozzám. Itt arra utaz tulajdonképpen, amit a trauma definíciójaként is használsz, ugye, hogy a trauma nem az, ami veled történik, például a bántalmazás, vagy valamilyen veszteség, hanem az, ami benned történik ennek a hatására. Az, hogy lekapcsolódsz az érzéseidről, sokszor a testedről, a jelen pillanatról, és hogy valahol elveszíted magad ebben a folyamatban.
Ez így is van, és azt ezt így mondom legutoljára, de a legtöbb ember, amikor ember elkezdi kutatni az életét, rájön, hogy valami nem stimmel, azzal kezdő, hogy mi a baj van velem. És nem ez a helyes kérdés. A helyes kérdés nem az, hogy mi a baj van velem, mert nincs baj az emberrel. Illetve ami baj van, az abból eredet, hogy valami történt hozzá. Tehát az első kérdés nem az, hogy mi a baj van velem, hanem mi történt hozzám. És hogy reagáltam arra, hogy mi történt, és milyen sebet kaptam abból, hogy mi történt. Az a seb, ami bennem van, az a trauma. De az emberek ne képzeljék el, hogy ne bántják magukat azzal, hogy velem valami baj van. Mert ez egy ilyen kicsit kegyetlen hozzáállás. Ez elég világos, hogy neked, te nem vagy normális, te nem vagy helyes, te valami baj van veled. Nem, valami történt hozzád. Tehát ezzel kell kezdeni. Erről az jut eszembe, amit szintén a traumával kapcsolatban több előadásodban is elmondtál, hogy sokszor nem arra reagálunk, ami történik, hanem arra, hogy a történeteket értelmezzük, érzékeljük. És ez sokszor nem a jelenről szól, hanem valami régi traumából ered. Megérkeztem Philadelphiából haza Vancouverba egy nagyon sikeres beszédem, a függőségekről beszéltem, a közönség nagyon tisztelettel fogadta mondani volna, mert jó úton volt haza, tel voltam ilyen öntudattal, hogy milyen ragyogó ember vagyok, és akkor megérkezek a repülőtéren Vancouverba, és kapok egy üzenetet a feleségemtől, azt mondja, hogy még nem hagytam a otthonunkat, azt akarod, hogy még mégis jöjjek, mert arról szó, hogy jót lesz, hogy majd hazavisz engem a reptérről, ami 20 perctől van a házunktól egyébként. Tehát hirtelen a ragyogó érzés eltűnt, és én elkeseredve dühbe gurultam, és visszajeleztem, hogy nem, majd hazajövök. És amikor egy taxival képzeld el ezt a nagy szerencsétlenséget, hogy dr. Máténak taxit kell hazajönni, taxival kell hazautazni 15 perc, 20 perc, és amikor bejövök a házba, rá se nézek. És így 24 órán keresztül ilyen idegen feszültség van, ilyen haragos feszültség van közöttünk, amíg végre a feleségem azt mondja, hogy most már hagyd abba, légy szíves. És akkor már bajtam, ami már nagy szó, mert évekkel ezelőtt még hetekig tartott is volna, miért abba bajtam. De most miről volt itt szó? Mert a tény csak az olyan egyszerű, hogy ez csak kb. 50 éve tudom, hogy a feleségem, mint egy festő művész, mikor a stúdióban van, csapott, papot, mindent elfelejt, még azt is elfelejt, hogy házasodva van, és hogy férje van, nem, hogy... És csak ott fest, tudod, ez a művészet, alkotó művésznek az agy... Beállítottsága. Tehát nem, tehát ezt tudtam. De miért voltam olyan dühös és olyan bántva? Mert abban a pillanatban nem a jelenben voltam. Mert az a nő, akire számítok, és aki engem támogatni kell, és szeretni kell, most hirtelen nincs ott. De most gondolod, ez miért emlékeztetett érzelmileg? Milyen agyfolyamatokat? Valószínűleg visszarepültél a múltba ahhoz a 6 héthez. Tehetetlen vagyok, elhagyó vagyok, nem szeretnek, egyedül vagyok. Na most, még az is elfogadható lenne, hogyha mint felnőtt állnák hozzá, mert hogyha valaki elhagy, az nem a világnak a vége. Kellemetlen, de nem kell kétségbe esni miatt. Csak egy gyereknek, aki nem tud élni az anyai vagy szülői kapcsolat nélkül. Tehát ezek az agy folyamatok és az agy hálózatok vannak megelevenítve, mikor valami történik a jelenbe, ami a múltat kiváltja. Tehát a trauma azt jelenti, hogy praktikusan nem a jelenben vagyunk, hanem a múltban vagyunk, érzelmileg. Ez a traumának az egyik oldala. És attól, hogy így lekapcsolódsz a jelenedről, az érzéseidről, visszakerülsz a múltba, vajon az a mag, aki te igazából vagy, az mindig elérhető marad? Akármennyi idő telt el mondjuk a traumatikus élmény óta? Mindig vissza tudsz találni, ha foglalkozol ezzel az igazi önmagadhoz?
nem mindenki tud vissza, tudja ezt visszadolgozni az almát, csak azért, mert esetleg, mert mondjuk a tudat, a tudatos emlékezetünk, nem emlékszek az ilyen dolgokra. Én tudatosan nem emlékszem, hogy mi történt hozzám egy éves korban. Ahhoz az agyfejlődés még nem elég, hogy egy éves korra emlékezzünk. Érzelmileg emlékszünk, de tárgyilagosan nem emlékszünk. Tehát az érzelmek, amik fellobbannak, az az emlékezet. De hogy mi történt pontosan, vagy hogy mi történt a méhbe, vagy mi történt a szülés között, vagy az első évben, erre senki sem emlékszik tudatosan. De az érzelmi emlékezetek be vannak iktatva az idegrendszerünkbe. Itt kétféle emlékezetről van szó. Tehát nem mindenki tudja, na, én tudtam a történelmet, mert elmondták nekem, és megértettem. De nem is fontos ez, mert amikor az emberekkel dolgozok, mint terapeuta, nagyon könnyű megtalálni a jelenben a múltat. Ez nem nehéz, nehéz munka, és nem kell pontosan a tényezőket, vagy a tényeket tudni. A valóság kimutatja magát. Na most, ha valaki hipnózis teszt, vagy esetleg pszichedelikus szerekkel dolgozik, akkor sokszor vissza lehet jutni ezekhez a régi-régi-régi élmékezetekhez. De nem szükséges. Tehát azt mondod, hogy tulajdonképpen, hogyha valaki azt érzi, hogy valami nem stimmel, és hogy valami történt, amivel dolgoznia kell, az nem gond, hogyha nem is feltétlenül tudja, hogy mi az a múltbeli esemény. Attól még lehet dolgozni ezzel, és elindulhat a gyógyulás folyamata. Tulajdonképpen, amikor dühöt érzünk, amikor harag van bennünk, akkor nagyon sokszor ezt vissza lehet vezetni valami olyan élményre, ami a saját kiszolgáltatottságunkból fakad? Ezt akarom mondani. Na most, van persze az emberi érzés, ha én igazságtalanságot látok, akkor igen, lépjek fel, és segítsek, és avatkozok bele. Ez jó, ez egy jó emberi indulat. De hogy mennyire dühös vagyok, az egy más kérdés. Ez saját magunkról van szó. De itt a különbség, tudod? Mert azok, akik ezt elkövetik, azoknak is megvannak a bajaik, tudod? Uh-huh. És ezt emberileg mi látjuk, tudod? Tehát amikor a düh nagyon fellép bennünk, az mindig emlékezted valami hasonló helyzetben, mikor mi voltunk kiszolgáltatva, és segítségre volt szükségünk, és ezt emberek nem látták. Az mikor volt? Gyerekkorban. Tehát így mutat fel, vagy így lép fel a múlt a jelenbe, az érzelmeiken keresztül. De nagyon sokszor idézed egyébként Sejjel Jánost is, akit ugye a stresszkutatás nemzetközi úttörőjének tartanak, és ő is szintén Kanadába vándorolt ki. És ugye ő mondta azt, hogy az embert érő legnagyobb stresszhatások, azok szerinte mindig érzelmi eredetűek, és hogy a legnagyobb stresszt akkor éljük meg, hogyha nem tudunk önmagunk lenni, hogyha mások akarunk lenni, mint akik vagyunk, és megtagadjuk önmagunkat. És érdekes, hogy azt is mondta, hogy tulajdonképpen ez az önmagunk megtagadása által okozott stressz szinte járványként sújt egyes társadalmakat. Erre tudnál példákat mondani, hogy szerinted ez a mindennapi életben hogyan valósul meg? Te milyen olyan élettörténetekkel találkozol, amelyekben nagyon tipikusan előjön ez? Hát nézd, ha megnézem például a betegség világát, az autoimmun betegségek főleg a nőket érinti. Tehát 80%-ban, akinek autoimmun betegsége van, azok nők. És mindenki kérdezi, hogy mi ennek az oka. Az oka nagyon egyszerű. A nők szerepe az, nem az, hogy így kell lenni, de így van. A nők szerepe az nem csak, hogy másokat fizikailag ellátják, de hogy az érzelmi stresszeket magukba vonják. Tehát a nők főleg nem csak a saját maguk stresszével küzdködnek, hanem a gyerekek stresszével és a párjaiknak a stresszével. Na most ezt hogy csinálják? Lenyomják a saját érzéseiket, lenyomják a saját szükségleteiket, hogy másokat szolgáljanak. Mert így vannak felnevelve. Tehát, mikor beszélek olyan emberekkel, akik autoimmun betegséget kapnak,
nem tudnak kiállni saját maguk mellett, mármint a személyes életükben általában nem tudnák ezt megtenni. Pozitívan meg tudják tenni, de nem a saját életükben annyira. Lenyomják a haragokat, jóknak akarnak nézni, láthatni. Tetszeni, igen, és kedvesnek. És ez azért van, mert gyerekkor óta úgy vannak nevelve, hogy a másoknak a bajaik, vagy a másoknak a problémáik fontosabbak, mint az ővék, és magukat második vagy utolsó helyzetbe kell helyezni. Ezért kapnak atomabetegséget, főleg a nők. Tehát ez nagyon komoly, ez nagyon gyakori valami. És sok nőtől meg is kérdezett, hogy képes vagy a saját magadnak lenni, azt fogják mondani, hogy nem. Nem tudják magukat kimutatni és tapasztalni. Amíg jön egy betegség, vagy jön a középkor, és akkor kezdenek belátni, hogy ja, ez nem az én életem volt. És hogyha valaki magára ismer ebből a leírásból, de jó esetben még nincsen semmilyen konkrét fizikai baja, hogy lehet ebből kitörni? Hogy lehet ezt a folyamatot visszafordítani? Mert ugye sokszor nagyon, ahogy említetted, nem arra reagálunk, ami a jelen pillanat, hanem a múlthoz jövünk. És sokszor ezek zsigeri reakciók. Tehát nem tudatosan döntjük el, hogy valahogy reagálunk helyzetekre, hanem elkezdünk automatikusan reagálni helyzetekre, és aztán észrevesszük egy pontján az életünknek, hogy itt tartunk, amit leírtál, hogy tulajdonképpen nem a saját életünket éljük, és másnak akarunk mutatkozni, mint akik vagyunk. Mondjuk más módon, de tőlünk férfiakkal is. Nézd, az ember eljut arra a ponthoz, ahol ez a öntudat felép bennük, hogy ez nem az én életem, vagy nem az az élet, amit elképzeltem volna magamnak, vagy nem az az élet, amit követni akarok, élni akarok ebből a pontból. Nagyon kemény döntéseket kell tenni, hogy most ez mit jelentene? Mert ha én saját magam akarok lenni, de például, hogy egy házasságban vagyok, ahol a házaspárom nem bírja ki azt, aki én vagyok, csak azt bírja ki, ami őt akar tőlem, akkor egy kicsit nehéz a dolog. Na most el kell határoznom, hogy most a saját magamat akarom, vagy a másikat akarok. Legjobb persze az, hogyha mind a kettőt megkaphatja. Legjobb az, hogyha saját magam lehetek, és megkapom azt a szeretetet valaki mástól is. Ez a legjobb lehetőség. De ha nem, hogyha az a másik nem bírja ki azt, aki én tulajdonképpen vagyok, az igazi érzéseimmel, akkor most egy döntésemre kell tennem, hogy most kit akarok, saját magamat, vagy a másikat? Vagy nagyon, szintén nagyon nehéz, sok embernek, nőnek, férfiának a mai világban, mit akarok, saját magamat, vagy a munkámat? Mert sok ember itt-ott mindenütt olyan munkát végez, ami nem fejezi ki az ő igazi létjüket, az igazi természetüket. De persze, hogyha saját magam vagyok, akkor nincs, ez a munkám nem lesz. Hát ez nem egy könnyű kérdés. Kockázatot kell vállalni, vagy felvállalni félelmeket, és... Legalábbis meg kell látni ezeket a félelmeket, és meg kell küzdeni vele. Én nem azt mondom, hogy az emberek hagyják ott a munkájukat, de látsák be, hogy ez megvan, ez a párbaj. És itt jön be a képbe tulajdonképpen az, amit szoktál mondani, hogyha rakódnak ránk az elvárások, és képtelenek vagyunk nemet mondani, akkor majd a testünk mond nemet egy ponton? Akkor a test fog nemet mondani valami betegség formájában. Te emlékszel arra a pontra, amikor eldöntötted, hogy a karrieredet, mint ugye orvosként kezdtél el dolgozni, és aztán eldöntötted, hogy annak, arra fogsz fókuszálni, hogy hogyan függ össze tulajdonképpen a test és az érzelmeink és a lelki állapotunk. Hogy ezek milyen elképesztő, szoros összefonódásban és harmóniában vannak, amiről ugye már több pontban beszéltünk. Emlékszel arra, hogy neked mi volt az eset, akár egy beteg kapcsán, vagy az a pont az életedben, amikor eldöntötted, hogy a karrieredet is ennek a fókuszálására fogod fordítani? Nézd, ezeket a kapcsolatokat én már kezdtem látni, már mint orvos tanús, vagy orvos iskolába. De nem nagyon kutattam a dolgot. És amikor mint családi orvos dolgoztam, egyre többet láttam, és akkor jöttem rá, hogy ezek a dolgokat nem csak én látom, mert ezt nem tanítják neked orvosiskolában. Erről senki sem beszél. Legtöbb orvosiskolában, legtöbb helyen a világban.
Tehát annak dacára, hogy a tudomány megvan, és a kutatások megvannak, és a tudományos cikkek megvannak írva, és megjelentenek a sajtóba, az orvosi sajtóba, az orvosok nagy részben nem tudnak erről. Tehát hiten rá döbbentem, hogy ez nem az, hogy én egy eredeti génius vagyok, lángész vagyok, hanem csak látok, amit más, látom olyan dolgot, amit már sok mások is láttak, és ki is dolgoztak. Tehát amikor a saját tapasztalatot összetettem a sok kutatással, a sok tudománnyal, és egyre több és több tudomány, a Shelley is persze egy nagy szerepet lépett, játszott ebbe a folyamatba, de azóta is. Volt egy erdélyi magyar orvos és kutató és tanító, aki a Harvard Egyetemen tanított Amerikába, az orvosi iskolába, és ő 1938-ban adott egy beszédet az orvostan hallgatóknak, és azt mondta, hogy a betegségben az érzelmi tényezők épp olyan fontosak, mint a fizikai, és a kezelésbe épp olyan nagy szerepet kell játszaniuk. Ezt mondta ő 1938-ban, és ez meg is jelent az amerikai orvosi szakszervezet újságába ez a beszéde. De eltűnt, mint hogy nem is mondta volna. Tehát azt mondom, hogy ez a tudomány nem új, nem megdöbbentő, és azóta persze, majdnem egy 90 éve, 89 éve, több tízezer minimum, vagy esetleg több is kutatás és sik megjelent, mutatják az érzelmeknek és a fiziológinak, az emberi testnek a kapcsolatát, de az orvosok ezt nem tanulják. Tehát mikor én láttam saját szememmel, és akkor rájöttem, hogy ez itt egy tudomány is van emögött, akkor persze az egész világnézetem megváltozott. És hogy látod, hogy a mai orvostudományban ez mennyire kezd elfogadottá válni ez a szemléletmód? Ilyen érdekes, ilyen völgy létezik a tudomány és az orvos gyakorlat között. Mert amit mondom, a tudomány megvan, de általában nem tanítják az orvos iskolákba. Általában nem. Tehát ilyen nagy hézag van a között, amit tudunk, vagy tudunk kellene, és amit teszünk. És eközben sokszor azt is felrovod a modern orvostudomány, modern orvoslás egyik legnagyobb hibájaként, hogy olyan rendszerben foglalkozik a pacienssel, hogy tulajdonképpen egy alárendelt szerepbe helyezi, egy passzív alanyként a másikat. És hogy... Pontosan, éppen azért, mert nem látjuk, nem bízunk a paciensnek, az emberbe a gyógyuló folyamatba, azt hiszük, hogy nekünk kell mindent ezt kieszközölni, mint szakemberek. Tehát nem azt kérdezzük, hogy tudom én támogatni a te benső javuló ösztöneidet, hanem azt, hogy mit kell nekem tenni, hogy téged javítsalak. Na most persze, csodálatos, és tényleg csoda, amit az orvos tudomány nyújtani tud, sok téren, ezt nem kell nekem leírnom, ezt tudjuk, de az a baj, hogy azt hiszük, hogy csak azt számít, amit mi tudunk. És amit nem tudunk, az nem számít annyira. De amit nem tudunk, az épp olyan fontos, mint amit tudunk. Egy picit egy másik aspektusáról még zárásként kérdezhetnélek téged, mert hogy egy olyan ismerősömmel beszélgettem, aki egy elég súlyos rákbetegségből szerencsére felépült, és azt mondta, hogy neki a regenerálódásának az egyik legnagyobb akadálya az volt, hogy amikor ismerősökkel találkozott, nagyon sokszor azzal a kérdéssel bombázták, hogy igen, azt mondják, hogy a rák az lelki okokra vezethető vissza, ideje lenne talán így körbenézned így a múltadban, a kapcsolataidban, és hogy neki ez nagyon-nagyon fájó volt, hogy szinte ilyen áldozathibáztatásként élte meg azt, hogy biztos ő tehet arról, hogy rákos lett. Hogy szerinted hogy lehet megtalálni azt a mesdjét, hogy ezt a szemléletmódot, amiről beszélsz, tényleg át tudjuk ültetni a gyakorlatba, meg az orvostudományba, meg a köztudatba, de úgy, hogy ne fordítsuk át ezt tényleg egyfajta ilyen áldozathibáztatásba. Nézd, ez nagyon fontos kérdés, ez nagyon érzékeny kérdés. Mert hogy az ember ezt kifejti, úgy, ahogy én kifejtem, megtörténhet, hogy valaki úgy értelmezi, hogy ő vádolva van és bántalmazva van azért, hogy beteg legyen.
de erről nincs szó. Itt nem arról van szó, hogy mi hibákat követett el, itt arról van szó, hogy mi történt vele kora gyerekkorban, hogy olyan beállása volt a világhoz, hogy ő elnyomja saját magát. Ez nem az ő hibája, ez az önlenyomás szükség volt ahhoz, hogy élhessen, ahhoz, hogy a szülői szeretjék őket, elfogadják őket. Azért nyomjuk le saját magunkat, azért tagadjuk meg saját magunkat, hogy mások elfogadják minket. És ez mikor történik? Gyerekkorban történik. Tehát senkinek se a hibája, még a szülőnek se a hibája, mert ő nem direkt és tudatosan teszi. Ezt a traumát átadjuk egy generációt a másikhoz, amit a saját családomra is mondtam. De a barátodnak azt mondta volna, vagy nem azt mondtam volna, hogy én vádoltam volna, azt mondta neki, hogy lehetséges az, hogy ahogy te élted az életedet, esetleg nem voltál az igazi te. Nem azért, mert hibás vagy, vagy ami hibát követtél el, vagy hülye vagy, vagy rossz vagy, hanem azért, mert így irányították az élet kiskorod óta. Tehát, és nem azt nem állítanám neki, hogy ez a helyzet biztosan, megkérdezni tőle, hogy a hajlandó ezt megkutatni saját magával, átgondolni, mert esetleg segítene a gyógyításhoz. Na, ha valaki azt mondja, hogy ez engem nem érdekel, akkor azt mondom, köszönöm szépen, megértem téged, ez nem érdekel. Tehát nem lehet ezeket a véleményeket senkire rászforszírozni, vagy rá tukmálni. Érdekes lenne, hogy ez a barátod hogy reagálna, hogy elolvasná a test lázadását például. Mert épp erről beszélek, és ezt a kérdést nagyon is átdolgozom, ez a váddal és a bántalmazással kapcsolatban. Akit senki se érdemli meg, hogy vádoljuk, vagy bántalmazzak őket. Igen, éppen az jutott eszembe, hogy valószínűleg még órákat lehetne erről beszélni, annyira tág ez a téma, és annyi izgalmas és nagyon komoly, fontos aspektusa van, de hogy valószínűleg a hallgatóban most ott maradt egy csomó kérdés ezzel kapcsolatban, amit, hogyha tényleg így, hogyha nagyon motoszkálnak bennük, akkor a test lázadásában és még számos más könyvedben szerencsére valószínűleg megtalálhatnak és válaszokat is kaphatnak erre. Én pedig nagyon bízom benne, hogy majd lesz még alkalmunk beszélgetni ezekről a kérdésekről, és hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, és Vancouverből is összetudtunk kapcsolódni. Nagyon sok olyan dolgot mondtál, amin biztosan én is még így filozofálgatni fogok a következő napokban, és kérdéseket feltenni magamnak. Neked pedig azt kívánom, hogy egészségben, biztonságban teljenek a napjaid, és köszönöm még egyszer, hogy itt voltál velünk. Ja, én is köszönöm, nagyon élveztem a beszélgetésüket, és örömmel találkoztam veled. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a hallgatóknak is, hogy itt voltatok, és jövő héten is lesz Bátorság Labor. Tartsatok velünk akkor is. Sziasztok!